December 31-ével lezárult egy uniós finanszírozási fejezet, véget ért a terület és településfejlesztési operatív program. E támogatási forma során Európai Uniós és magyar költségvetési forrásból számos beruházás zajlott le Karcagon is. Egyik ilyen utolsó, amelyet a környezeti és energiahatékonysági operatív program finanszírozott, a Karcagtól a Tiszatóig érő 23 önkormányzatot magába foglaló hulladékgazdálkodási és az ehhez kapcsolódó szemléletformálási projekt volt. Ugye a legfontosabb cél az volt, hogy egy magasabb szintű szolgáltatás valósuljon meg Karcag városában. Modernizálódott a hulladékkezelőtele, bővült az eszközpark, edényzet került beszerzésre, amelyek aztán kihelyezésre kerültek a háztartásokba, ugye ez a hulladékszállítási edényeket jelzi. Egyszerűbb hétköznapi nyelvén kukák kerültek beszerzésre. És nem véletlen ennek a mai projektnek is a kabala állata ehhez kapcsolódik, hogy a kuka breki, hiszen különböző színű edényzet, a sárga, a barna, a szürke és a zöld edényzetek kerültek a beszerzésre és kerültek kihelyezésre a háztartásokba. Ugye megvalósult ezen a telepen a hulladékválogató csarnoknak a megépítése, ez beüzemelődött, a depóniagáz kezelése és sok-sok olyan beruházás, amely elsősorban magát a hulladék kezelést, ezen a hulladék kezelő telepen dolgozóknak a munkáját segíti. Miben tudunk mi segíteni, karcagiak, karcagi lakosok? Itt válik ketté ez a pályázat, hiszen november 2-án lezártuk ennek a beruházásnak a fizikai megvalósulását. Egy nagyon szép záró rendezvényen, a Városházán, ahol testvérvárosaink is jelen voltak és elmondták azokat a problémákat, amelyek egyébként nem csak Karcagra jellemzőek, hanem gyakorlatilag az egész Európai Unióra. Nő a hulladék mennyisége, válogatni kell a hulladékot, vissza kell forgatni azokat az alapanyagokat, amelyeket újra lehet hasznosítani, azt természetesen fontos, hogy újra tudjuk hasznosítani, meglegyen az a körforgás, amely biztosítja az egészséges életmódot, azt, hogy ne olyan káros anyagok kerüljenek a hulladékkal együtt a vizeinkbe, a különböző élelmiszerekbe, amelyeket aztán természetesen akár el is fogyasztunk. A különböző színű edényzetek más és más típusú háztartási hulladék gyűjtésére szolgálnak. Így a zöld, a szürke, a sárga és a barna kukákba sem lehet másfajta hulladékot tenni, mint ami abba illik. Ezt hívják szelektív gyűjtésnek. Ez most már az életünk részévé kell, hogy váljon, és egyre inkább meg kell, hogy határozza, hogy akkor tudunk a hulladékból adott esetben erőforrást meríteni, hogyha tudatosan készülünk arra, hogy szelektíven fogjuk gyűjteni az ehhez szükséges tárolóedényzetet, a szállítójárműveket, majd a befogadókat is ennek megfelelően tervezzük meg, ennek megfelelően méretezzük, és a hasznosításhoz szükséges erőforrásokat, költségvetési forrásokat, akár a szennyező fizet elve alapján a hozzájárulásokat is azoktól kérjük el, akik akár a saját felelősségük körülben a legtöbbet tehetnek azért, hogy ne kelljen óriási tömegű hulladékkal bajlódnunk. Látjuk, hogy milyen fertőzést okoz a Tiszán, amikor tavasszal megindul a zöldár, és hozza magával a kárpátaljai felszíni hulladéklerakókból a szemetet, és bizony számos olyan kampány szolgálja ma már a Tiszató tisztaságát is, mint például a Teszed mozgalom vagy a Petkupa, amikor 100 tonna számra gyűjtik össze az aktivisták azt a hulladékot, ami a Tiszán úszik le. És ne felejtsük el a tavalyi évi történelmi aszály, ami majdnem kiszárította a Tiszatavat, és még a Szolnok ivóvíz bázisát, a vízkivételt is veszélyeztette, több mint 120 ezer ember ivóvíz ellátása vált veszélyeztetté annak okán, hogy gyakorlatilag nem tudunk olyan mértékben gazdálkodni ma még a környezeti erőforrásainkkal, mint ahogy azok megújulni képesek. A projekt nagyon hangsúlyos eleme az úgynevezett szemléletformálás volt, hiszen szakemberek szerint a legfiatalabbakat lehet a leghatékonyabban megszólítani környezetvédelmi kérdésekben. Így óvodásoknak, kisiskolásoknak szerveztek a program során számos olyan akciót, rajzpályázatot, környezetvédelmi tótót, aminek a célja közvetlen környezetünk megóvásának fontossága volt. A
különböző pályázatokon legeredményesebben szereplő diákok a projekt zárón értékes díjakat vehettek át.